Na szevasztok, értemes kis a mai videóban folytatjuk a Minecraft 1.17 verziójának az elemzés videómat. Igazából a mai részben az utolsót meg fogjuk megnézni, az egy, ami nem más, mint a bányáknak a felfedezését. Igazából elég sok újdonság van a bányákban is. Most, mert azért, mert például a bánya maga a frissítés is, ez logikus. Igazából az első új érc az a réz, aminek igazából van ilyen blokkos verziója is. Mindjárt mutatom. Ez a réz érc, és van egy olyan réztartalmú mély. Mi volt? Réztartalmú mély pala. És hát így néz ki. Hát elméletlenül nem így néznek ide, ez egy újabb verzió, azért már szerintem kicsit átalakították. És itt van a résztartalmú mély pala. Igazából ez ki is szerem, szerintem azért legyen egy kis hangulata, hogy kiszedem. És látjátok, megkapjuk ezt az ércet, amit ugyebár itt láthattok. Jó, és akkor most szedjük össze majd a... Oké. Okay. Na ezt erre felveszem, amit nem akartam. De van a személyes kedvencem lesz ez a lila kristály. Hát de ez is izét tud ilyen, hogy hívják ott, akkor ez hogy lehet? Rézért. Pedig elméletileg nem ezt kéne adni, de lehet, hogy... hogy van külön hozzá egy blokk, nem tudom. De tényleg még nagyon... Nagyon nem olyan még a verzió, hogy lehessen vele játszani. Mert nagyon idáig vannak az ércek. Jól. Jó, idáig. Ez itt a vas. Igen, ezek igazából ezek az... Például itt is például megkapnánk ezt az aranytartalmú alapot. Palát, bocsánat, itt a vas. Igazából ezeket ugyanazokat megkapnánk, és ugye itt kezdődik a update. Moha blokk. Moha szőnyeg. Micsoda? Azálea. Virágzó azálea. Spóra virág. Kicsi cseplevél. Nagy cseplevél. Lógó gyökerek. Ametiszt blokk. Ametiszt növek. Növesztő. Ametiszt halom. Nagy ametiszt kristály. Na nézzük csak. Van ilyen ritmusa is egyébként. Na akkor igen, és lehet mindenfele pakolni az égett a világon, lehet. Fejjel lefelé is, ha jól tudom. Igen, mindenhogy. Oldalra mindenfele lehet ezt pakolni. Ezért ez lesz szerintem a legjobb díszítő elem, úgy gondolom, amit sajnos nem tudunk megszerezni. Csak kreatívban, de az meg a csalás ugyebár. De sajnos csak így lehet megszerezni. De ugye elég jól néz ki, a fára nem lehet pakolni, mondjuk az logikus. Na akkor nézzünk egy bányát. Tudom, hogy nem olyan túl nagy izé videó lesz, de... Ugye bár én nem szeretek elmagyarázni dolgokat, mert mindenki jöjjön magától rá, tudjátok, ahogy nem tudom. Én úgy szeretek. De most egy videózom le. Hogy megmaradjon, hogy megnéztem, mert ez nem annyira mondom, hogy én nem vagyok ennek a mesélgetős embernek a mániája, itt barlang. Én inkább csak bemutatom. Találtunk gyerekek. Fényzúzmót. Ezek itt a fényzúzmók. Úgy láttam, hogy még erre is lehet menni. Ezek elfákja. Ez mi volt?
A szentséges jóisten. Mi a jóisten volt ez? A mondták, hogy az emberkék, én is én egyik hallottam, hogy lesz ma benne egy ilyen nagy szörny is, egy ilyen nagy, óriási nagy Iron Golem-szerű lény. Te atyaik, atya. Még alapjáton én mindig is utáltam a Minecraft-be ezeket a hangokat, már olyan idegesítő, meg ilyen ijesztő, ez egy kicsit egy ilyen játék az ilyet beletenni, de hát mondjuk ha belegondolunk, akkor mondjuk hangulatosabbá teszi, mint hogy mész egy csendes bányába és semmi nem történik. És azért elég érdekes, fú, de utána az ilyen hangokat, ú, de király, de hideg az ilyenektől. Most az a kérdés, hogy az a baj, nincs egy normális bánya, ahova be lehet menni. Ne csesz! Ú, itt egy izé, yes! Tudok videót mutatni benne, itt is található, hogy látjátok. Ó, és itt van a... Raze. Ó. Mi világít? Ja? Tud világítani, ezt nem tudtam. Ott is volt egy... ilyen rész alaplap, úgy írták. Meg említek lesz majd egy olyan rész is, amikor ilyen az egész fali tele van izé, ilyen spóra virágokkal, meg növényekkel. Meg lesz, hát mondjuk a régi Minecraft-ban is volt olyan, hogy ilyen fűblokkokat találtál a földre, de az azért nem adta át hangot, de azért ezt átadja azért rendesen. A szentség. Ja, látjátok, itt van, megmondtam. Megint itt van egy csomó fűblokk. Ott a creeper. Nem tudom, nem félnek attól nagy szörnytől. Mindenféle csak ez a növény van. Úgy látszik, hogy még majd az a verzió sincs, még beállít, tudjátok, hogy látjuk a növényeket. Majd. Meg lesz az egyszer. Majd csak egyszer meg lesz. Én már várom egyébként. Azt a mekkora. Mennyi zombi? A spawner? Nem hinném. Óra is el lehet menni. Hello, pókica. Hova mész? Hogy többet érem, arra nem menni egyébként. Hát a bányában úgy látom, hogy nincs még túl nagy fejlesztés, és nem tartanak még esetleg még, hogy látjuk a köveket. De lehet, hogy van itt egy spawner, nagyon jönnek a zombik. Ahogy szia csontva az. Akkor honnan jönnek ez, nem értem ennyi zombi. Régen is jártam így, hogy nem tudtam, hogy honnan jön 6000 zombi, de aztán rájöttem, hogy csak biztos annyit tett le a játék. Ezt ennyi. Igen, én is pont ezt mondom. Hova kéne menni vajon? Hol a kijárat? De jó, eltévedtem. Hú, de jó. Hát ez gyorsan megtaláltam. És ennyi. Hát még úgy annyira nem olyan hátos a bányákat figyelgetni, mik vannak benne, mert még attól félhetően kijött a verzió, csak lehet, hogy egy kicsit a... rámentek az állatokra, meg az új mobokra, még úgy a frissítés nem minél, hogy teljes, de... Nagyon tetszenek egyébként ezek a ametiszt. És itt van az ametiszt szilánk is, amit ha
elméletileg széttörtök, akkor megkapjuk, de én úgy tudom, hogy ez nem minden, hogy igaz, de lehet, majd megnézem. Jaj. Igen. Igen, csak széttörődik az a baj. Na mindegy, gyerekek, hogyha tetszett a videó, akkor lájkolt, és akkor a következő videóban. Sziasztok!